szakadékok. Összegyűjteni és odaadni mindent. Magad felnégyelni, mint a gránátalmát. Majd kanállal kiverni levet, rostot és magot. Fejjel lefele. Puskacső függ az oldaladon, minden léptednél finoman hátba vág. Stabil mozzanat, masírozol a semmibe. Gondolj magadra, mint egy edényre. Se nem tört, se nem foltozott, derengő varázslat, létező, üres. Felette kék kő ragyog. Belehull-e majd egyszer, ha hirtelen odakúszik a tehetetlenségi erő. Tört varázslat, létre a mélybe. Húzod magad után. A sziklára fel kell kapaszkodni. Nem tart meg a puszta lég, és benned csak a puszta lét tart lélegzetet. Ahogy fél lábbal a párkányon még belelógsz, de markodban már fűcsömó a síkról. Létra nincs. Kék kő lebeg előtted, kinyílsz, beléd lép. Üres edény. Ragyog. Ti, akik a türelmet teszitek próbára, a rezisztenciát és a konok képtelenséget, megfosztjátok nyelveteket a beszédtől, üres edények, Szaturnusz gyűrűi, mindig messze, messze. Saját légkörötökben nincs külső belélegzés. Mind látványos, de a kis meteorit bombázásokból érkező plazma felhő hatására elektromosan feltöltődhetnek, ami drámaian megváltoztatja az egyensúlyt. Ti, akik mind az egyensúly drámai megváltoztatásán dolgoztok az űrben, miért fordítjátok magatok ellen sorsotokat? A tehetetlenség erő. Ragyogó kő hull alá az űrben, elviselhetetlen a csend. Ti, akik önnön körforgásaitokban szívódtok fel, és apró darabokba szakadt hátatokban a gerinc, és koponyátokra telepszik a köd, és szavaitok puszta hangsorok a pusztában, ti, akik bolygóként puskával lőttök a csillagokra, tanítsatok meg szeretni. Ti, akik mind az egyensúly drámai megváltoztatásán dolgoztok az űrben, miért fordítjátok magatok ellen sorsotokat? A tehetetlenség erő, ragyogó kő hull alá az űrben, elviselhetetlen a csend. Ti, akik önnön körforgásaitokban szívottok fel, és apró darabokra szakadt hátatokban a gerinc, és koponyáitokra telepszik a köd, és szavaitok puszta hangsorok a pusztában. Ti, akik bolygóként puskával lőttük a csillagokra, tanítsatok meg szeretni. Oké, kezd el. No, hát én... Nekem erről a versről az jutott eszembe, hogyha lenne alcím, ami hál' Istennek nincsen, mert ez rossz volna, de hogy az lehetne, hogy kozmikus szeretett nyelv. Mert hogy a tanulmányoknak azért kell az a magyarázó alcím, itt hál' Istennek ez nincsen, mert nem volna jó, de ezeket a perspektívákat érzem a legszebben összefonódni a szövegben. Kozmikus szeretett nyelvre való vágyakozás inkább, de... Mert azért itt... Nem megteremti, hanem csak arról beszél és keresi igazából annak hiányát, ami az elején engem megfog, vagy amit eleve azzal a verssel, hogy ez nem az a vers, ami az értelmemre hat. Tehát, hogy nem a racionális gondolati síkot tudja nekem valahogy új kibővíteni. Inkább kikezdi azt. Hanem kikezdi a racionalitásomat, és az érzelmeimet, valahogy a hangulatokat, és amúgy a külön mondatok önönként egyenként működnek, de egymás mellé rakod, annyira meghökkentek, hogy a hangulatok miatt jönnek létre azok az asszociációk, és azok a tapasztalatok, amitől elkezd működni, lélegezni és élni ez a vers. Jó, én ebben nem vagyok azért annyira biztos, mert itt szerintem minden, de egy nehéz szöveg, tehát de azért itt minden mondat indokolt szerintem. Abszolút. Értelmi szempontból is. Abszolút igen, csak hogy egy teljesen másfajta értelmi logika mentén. Inkább azt érzem, hogy egy picit olyan, mintha ködben tapogatóznék, de hogy ez az én hibám, hogy nem látok, én vagyok vak hozzá. De ahogy folyamatosan tapogatózok és figyelek a testemmel, az érzékszerveimmel, szaglászok, hallgatózok, tehát hogy azáltal, hogy nem látok, felszabadulnak egyéb érzékszerveim, és megérzem a nyírkosságot, a felületet, az illatoknak a különböző tereit, az, hogy a közelebb megyek, mint illat proximitásnak a jelenlét. Ilyesmivel tud ez dolgozni, hogy egyszerre persze a vizualitás is behozza, de hogy egyéb érzékszerveknek is olyan érzeteit, olyan rezdüléseit tudja megmutatni, amiket így nem tudom, hogy lehet más, és hogy
meglepő, és abszolút pozitív értelemben mondom ezt. De szerintem figyeljük meg kicsit szakaszonként, mert annyira tömör, hogy nagyon általánosan nehéz volna beszélni róla. Jó, nézzük meg, itt kezdődik azzal, hogy összegyűjteni és odaadni mindent, magad felnégyelni, az önmagamba való fordulás, kifordulás, és közben egy masírozás a semmibe, puskacső az oldaladon, minden léptednél finoman hátba vág, mintha hadba vonulnál, stabil mozzalat masírozol a semmibe, tehát egy ilyen kényszeresség is van benne. Meg közben ugye, hogy a felnégyelésnek van egy a magyar történelmi viszonylata, hogy ez az áldozat igazából, az, hogy felnégyelnek téged, ez egy predesztinált áldozathozattal valamiért, amiért te kiálltál. Tehát, hogy Koppány ennek a szimbóluma, és hogy ez behozza közben, mint gránátalmára fókuszál. Hogy a szakralitás behozza az abszolút profán dologba, ami egy növény, amit aztán mégis erőszakkal kiverni belőle azt, ami a lényeg. Levet, rostot és magot, fejjel lefele. Tehát a növény akkor lesz hasznos, hogyha igazából bántod. Tehát, hogy maga a súly, az erőszak, az elnyomás, beavatkozás. Meg a beavatás és beavatkozás által lesz ő ilyen. És hogy azáltal, hogy ilyen helyzetbe kerül, a puskacső is behozza ezt a, hogy nem ez a harcias, militarista valami, hanem ahogy puska folyamatosan üti a hátadat. Tehát a puska az egy jelenlét, nem csak egy eszköz, egy meghosszabbítása a testnek, ami erőszak szimbóluma lehet, hanem minden léptednél hátba vág, ellened is dolgozik a puska, az visszaránt, mikor használod. Visszatérve erre az általad kitalált alcímre, azért itt inkább hadba vonulást láttok a szeretet hiánya miatt talán. Tehát vagy a szeretetért. Vagy a szeretetért. Masírozol a semmibe. Mert a masírozás az nem vadászat, hanem háborús. Tehát, hogy a vadász az nem masíroz az orson, az lopakodik. És ugye gondolj magadra, mint egy edényre a következő szakaszban, itt meg már jön a befogadás. Se nem tört, se nem foltozott, derengő varázslat, létező, üres. Nem egy különleges edény, felette kék kő ragyog. Mi ez a kék kő? Igen, még a kékkő előtt, ez is nagyon fontos kérdés, de hogy a kékkő előtt még jutok vissza oda, nekem április jut eszembe, hogy ad lelket karcsú váza, ott nagyon erős ez a váza, mint test, edény szimbólum, és ott is ez a varázslat, az elmúrás sötét varázs most ráborítja a bíborát, de a bíbor helyett egy kékkőt kapsz, egy kékkövet. És hogy ez a kékkő, hogyha közelről figyeled, lehet egy nagyon hideg, erős tekintet, egy szem, lehet a valami személyes szorulás, tehát a kék kő a gyémánt ugye a hatalmas nyomás alatt jön létre, és a kék kő, a drága kő, ennek van ez a szimbolikája, hogy a nyomás során létrejövő alkotás. Plusz a kozmikus távlatból figyeled, akkor a földbolygó is egy kék kőként működik, mint akár a... Egy üres edény fölött, ez már szinte egy Magritte festmény is lehetne. Abszolút, abszolút. Meg hogy közben az üres edény meg van ez a Japánban, hogy a széttört edényt, hogyha aranyjal foltozod össze, akkor még értékesebb lesz, de ez nem foltozott, nem tört. Uh-huh. Ez nem volt... Aztán belehull-e majd egyszer, ha hirtelen odakúszik a tehetetlenségi erő, tört varázslat létre a mélybe? Igen, azáltal, hogy széttörik az edény, felnégyeled magad, tehát az edény széttörése is egy szabadulás abból a fix állapotból, ami az edény maga, mert az is egy bezártság, bezár egy üres teret, vagy vizet, vagy bármit, bezárja az edény is a széttörés által felszabadul, és ha újra összerakják, akkor lehet belőle egy új mandala. Uh-huh. Igen, ez uh-huh. És folyamatosan változnak itt a körülmények. Az előbb volt létre, itt már nincs létre. Markodban fűcsomó a síkról, fél lábbal a párkányon még belelógsz. Kékkőlebeg már előtted, kinyílsz, beléd uh-huh. lép, üres edény, ragyog. Folyamatosan ellentmond önmagának is. Valahol itt keresi a logikát, de mégis megtagadja. A paradoxonba hozza létre a logikát, hogy egy logikai paradoxon önmagában tud releváns lenni, mert azáltal, hogy paradox létrehozza azt a feszültséget a lehetetlen végletek között, és mégis egyszerre érvényes, mert ki tudtad gondolni, és ebben a paradox helyzetben képezi meg önmagát, ahogy a létra hiánya is valahogy ezt a... Tehát, hogy ugye Vörösnek van, hogy alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra, van ez a közhelye. Igen. De hogy itt meg kivonja a létrát az egészből, létra nincs, csak a lebegés van, és akkor nem számít sem az alvagy, hogy mi van alattad, vagy mi van fölötted, hanem az, hogy te hogyan forogsz abban a kék kőként ebben a kozmikus térben.
Ti igen. Aha. Bejönnek a Szaturnusz gyűrűi, mindig messze-messze, folyamatos aha. elvágyódás. És ez, ez a második aha. személy, ez a ti, akik a türelmet teszitek próbára, igen, ti, ahogy... akik mind az egyensúly drámai megváltoztatásán dolgoztok az űrben. Ez számomra azért nagyon érdekes, mert hogy itt behoz egy olyan dolgot, van itt egy rövid szakszöveg, ami dölt betűvel van, ez valószínű, nem tudom, hogy honnan uh-huh. van beemelve, de valószínű, hogy valahonnan be van emelve a versbe. Ez is kozmikusságra megy ki, ugye ez egy újabb tendencia a legfiatalabbaknál, ez a kozmikus líra. Ez, hogy ti, akik mind az egyensúly drámai megváltoztatásán dolgoztok az űrben, miért fordítjátok magatok ellen sorsotokat a tehetetlenség erő, ragyogó kő hull alá az űrben, elviselhetetlen a csend. Valami történik, szinte, tehát ti, akik önnön körforgásaitokban szívottok fel, és apró darabokra szakadt hátatokban a gerinc, koponyátokra aha. telepszik a köd, szavaitok puszta hangsorok a pusztában, behozza a profétát. Igen, igen, eleve egy nagyon profetikus, ilyen látomásszerű az egész szöveg, igen. Mintha valami olyat akarna megfogni a kozmológiában, ami kozmogóniát indít be, tehát a teremtést, valamit, uh-huh. ami kilép a logikából, ami a logikánkon kívül van, a tudatunkon, az ismert kozmológiánkon kívül van. Uh-huh. És valahol, mintha ott tapogatna a szeretet után. Igen, talán. Mert hogy igazából tényleg ezt az űr metaforát terjeszti ki, és hogy most maga a Szaturnusz, mint bolygóhoz nem tudok eleget ahhoz, hogy megértsem még jobban a szimbolisztikáját, de valószínű, hogy ez rétegzettebb. A szép képeket ismerem a Hubble-től. Igen, de azon kívül, hogy egy tömör gázbolygó, ami elvileg jégből van, és ott hatalmas, és kering, és rengeteg holdja van, és a gyűrű is, ahogy egy gravitációs térben folyamatosan rebegnek, amik meteor darabok körötte. Rengeteg műalkotást, verset is, meg képzőművészeti alkotást is megihletett. A mitológiai szimbolikából tovább vitt réteg, de közben én inkább az, mivel a tudományos beszédmódot is beimplikálja, maga az, hogy az űrben ugye nem terjed a hang, mert nincsen közeg, amiben terjedhessen, ezért van egy hatalmas csend az űrben. Mert hogy nincsen anyag, mert ahhoz rezonanciára van szükség, rezgésekre, ahhoz, hogy össze lehessen valahogy találkozni, és ez a szakadékok a címhez is valahogy úgy utal vissza, vagy hogy számomra legalábbis, hogy van ez a szakadék által létrehozott feszültség, hogy áthidalni kéne, de közben pedig a szakadék önmagában egy létjogosult hiánya, hogy például, hogy egy patak végig csorog rajta, és egy teljesen más lét önmagában a szakadék, amit sokszor csak úgy érzékelünk, mint az elválasztó eszköz, a gát, a és hiány. Nem mint összekötő eszköz. De nem mint összekötő, hogy a szakadék voltak épp alul összeköt, tehát hogy annak van egy alja, annak van egy vége, és ott van egy élet, van egy ökoszisztéma. Vagy maga az üres tér összeköt, tehát hogy egy, van igen, tehát hogy mintha azt sugallná ez a vers egy kicsit, hogy, uh-huh. hogy nem elég az a tudatunk ahhoz, ami van, nem elég a tudásunk, A saját világunkról, a saját logikánk nem elég ahhoz, hogy ez az összekötés, ez az összekötődés, ez a kapcsolat létrejöjjön, uh-huh. Amit nevezünk akkor szeretetnek. Erről eszembe jut Kertésznek a Kadd is a meg nem született gyermekért című uh-huh. könyve, amiben elmond egy példázatot. Most ezt nem részletezném, de a lényege az, hogy oda azt mondja ott a főhős, hogy a gonoszra mindig van magyarázat, a gonosznak meg van logikája, és pont a szeretet az, aminek nincs logikája. Uh-huh. Uh-huh. A jó az, amire nincs magyarázat. És valahol egy kicsit erről is szól szerintem ez a vers, de itt meg bejön mondjuk az Interstellar című igen. film is. Igen. Mert ott is valami ilyesmire megy ki a dolog. Szeretek, mint egy dimenzió igazából, valami ilyesmit játszanak meg. Igen, tehát ami meg tudja törni a belső bizonyos univerzumok, dimenziók belső uh-huh. törvényeit, az, ami behozza a változást, az, ami behozza az összeköttetést, az, ami dacol mindazzal, ami már el lett döntve, és ami tulajdonképpen a fölöttünk lévő Damoklész kard.
Aha, és amit te mondasz a logikáról, ugye az utolsó szakaszban nagyon szépen ez pontosul, hogy ti, akik önnön körforgásotokban szívottok fel, és apró darabokra szakadt hátatokban a gerinc, és koponyátokra telepszik a köt, tehát abszolút negatív prekoncepciók. És közben szavaitok puszta hangsorok a pusztában, ugye közben, a proféták. Igen, itt már nincs kiáltó, nincsen profécia, csak ilyen önjelő profécia, mert a közben puszta hangsor, nincsen meghallgatása neki, de, és bolygóként puskával öttet, hogy agresszív, egy támadó csapat, hogy tanítsatok meg van szeretni. Úgy érzem ezt a bolygóként puskával öttök a csillagokra, tehát ugye a bolygók a csillagok körül keringenek valamilyen szintet, tehát hogy ott is egy nagyobb konstrukció, konstelláció van, hogy van egyfajta kötődés ott is, egy elvágyódás, tehát hogy azért lövök puskával a csillagra, mert el akarom érni, mert magamévá, mert azt akarom, hogy a része legyek, vagy azt akarom, hogy a részem legyen. Igen, és hogy közben van ez az egész építkezés, ahogy ez az elkeseredett, dű, negatív, agresszív konnotáció, tehát hogy a gerinctörés, és közben tanítsatok meg szeretni, ami azt implikálja, hogy egy nagyon sajátos fajta szeretet ezekben az emberekben vagy létformákban is működik, tehát nem az, hogy a szeretet az úgymond jók genealógiájából beleköthető és csak nekik tulajdonítható bármi, hanem a szeretet az bárkinek lehet, a lehető leggonoszabb dögben is van, lehet szeretet, és lehet tanulni tőle szeretetet a maga módján, amennyire furcsa tud lenni, vagy torzult, vagy valamiféle. Mert hogy a szeretet az nem egy ideális valami, hanem a szeretet az csak egy létforma, az csak egy tapasztalat, egy érzés, egy valami, ami átjár, egy erő. Tehetetlenség. Erő. Tehetetlenségi erő, igen. Igen. Igen, egy kicsit... És mert tehetetlen, igen, mert nem kontrollálhatod, hogy létrejött benned, akkor nem tudod azt mondani, hogy többé nem működtetett, hogy kész, nem kérek több szeretetet. És ugye van itt egy kétségbeesettség is, hogy semmi nem elég, nem tudok szeretni, de tanítsatok meg. Ez a feladás, mindennek a feladása. Hogy ennyi, tehát hiába fogom fel innen vagy onnan, hiába akkor is elviselhetetlen a csend, akkor is meg vagyok fosztva mindentől, akkor is próbára van téve a türelmem, a rezisztencia, akkor is képtelenség ez az egész. És mégis mozog a föld, mégis meg akarok tanulni, szeretni. Igen, tehát hogy nem áthidalni akarja a szakadékokat, hanem pont, hogy feltérképezni őket, és a szakadékokat önmagukért szeretni, nem pedig mint probléma, hanem mint jelenség vizsgálni. Vagy akár azonosulni velük. Azonosulni. Tehát, hogy szakadékkutató perspektívából ezt az űr hozzuk. Még egy dolog, ez az utolsó sor, hogy tanítsatok meg szeretni, ez önmagában azért közhely volna. És miért működik itt? Miért? Mert itt helyzetbe van hozva. De miért működik itt közhelyként? Tehát miért tud nem közhely lenni? Azért, mert közben olyan szeretet, olyan persze, egy nem beszél a szeretetről, csak ragaszkodásról és inkább ijegységről. A második, hogy valakihez kiszól, aki türelmet teszi, próbál a képtelenséget, azok, akiket nehéz szeretni, azoktól kérje szeretet. Mert akiket könnyű szeretni, azokat nem kell megkérni, hogy tanítsatok, mert hogy az könnyű, abban nincs munka. Itt az van munka, hogy felmászni a szakadék oldalán és megnézni azt, hogy fentről milyen ez a szeretet, és hogy távolról hogyan tudod megvizsgálni ezt az időtlenül, lassan csorgadező, sajátos világot, ami a ragaszkodás egyfajta formája. Tehát akkor a közhelyel nem az a baj, hogy a közhely nem hazugság, viszont az igazság az nem közhely, mert ez a közhely is csak úgy működik, hogy az egész verssel együtt. Igazság helyzet nélkül soha nincsen, csak mindig kontextusban és viszonylatokban. Így van. Good. Összegyűjteni és odaadni mindent. Magad felnégyelni, mint a gránátalmát, vagy kanállal kiverni levet, rostot és magot. Fejjel lefele. Puskacső függ az oldaladon, minden léptednél finoman hátba vág. Stabil mozzanat, masírozol a semmibe. Gondolj magadra, mint egy edényre. Se nem tört, se nem foltozott, derengő varázslat, létező, üres. Felette kék kő ragyog. Belehull-e majd egyszer,
ha hirtelen odakúszik a tehetetlenségi erő. Tört varázslat, létre a mélybe. Húzod magad után. A sziklára fel kell kapaszkodni. Nem tart meg a puszta lég, és benned csak a puszta lég tart lélegzetet. Ahogy fél lábbal a párkányon még belelógsz, de markodban már fűcsomó a síkról. Létra nincs. Kék kőlebeg előtted, kinyílsz, beléd lép. Üres edény. Ragyog. Akik a türelmet teszitek próbára, a rezisztenciát és a konok képtelenséget, megfosztjátok a nyelveteket a beszédtől, üres edények, Szaturnusz gyűrűi. Mindig messze, messze. Saját légkörötökben nincs külső belélegzés. Mind látványos, de a kis meteorit bombázásokból érkező plazma felhő hatására elektromosan feltöltődhetnek, ami drámaian megváltoztatja az egyensúlyt. Ti, akik mind az egyensúly drámai megváltoztatásán dolgoztok az űrben, miért fordítjátok magatok ellen sorsotokat? A tehetetlenség erő. Ragyogó kő hull alá az űrben. Elviselhetetlen a csend. Ti, akik önnön körforgásaitokban szívódtok fel, és apró darabokra szakad hátatokban a gerinc, és koponyátokra telepszik a köd, és szavaitok puszta hangsorok a pusztában, ti, akik bolygóként puskával lőttök a csillagokra, tanítsatok meg szeretni.